csak egy kávé. A 14. Nemzetiségi Színházi Kolokvium beszélgető műsora. Lefőtt már a kávéd, a miénk már igen, és készen állunk fejest ugrani egy beszélgetésbe, melyről még mi sem tudjuk, hogy hova fog kiugadni. Négy olyan ember ül ma egy asztalhoz, akik ebben a felállásban talán még nem is beszélgettek egymással de most összeköti őket néhány közös tényező. A színház, a kollokvium és egy csésze kávé. Ez pedig elég ahhoz, hogy elinduljon egy párbeszéd a Hogy vagytól egészen a... Aki tudja meddig. Gyere, meghívunk egy kávéra. Nemzetiségekben gazdag jó napot kívánok nektek, üdvözlök mindenkit a Csak egy kávéban, a 14. Nemzetiségi Színházi Kolokium beszélgető műsorában. Mai vendégem Cegő Csongor dramaturg és hello. Puskás Zoltán rendező, és természetesen Barti Lehel András, akit már meg is Természetesen, hello, a hello. És hello. Néző. Sziasztok! Szia! Szervusz! Sziasztok. Csogi, te dramaturg vagy? Minek, te... Mi a, mi a titulus nálad? Hát én nem tudom, egy csó minden voltam, most jelenleg nem vagyok dramaturg, azt hiszem nem lettem. Ezt mondták, hogy dramaturg, kicsi fiú a dramaturg, az nem van, hanem lesz. De aztán úgy alakult, hogy azt hiszem, hogy nem lett, vagy mit tudom én. Akkor De most azt nem is tartod magad akkor ezek szerint dramaturgnak? Én nem tudom, hogy igazából... Vagy nem egy gyakorló dramaturg? So, maradjunk ennyire, hogy nem vagyok dra gyakorló dramaturg, és sok mindennek... Nem próbáltam az utóbbi időkben sem tartani magamat, így, így élem a saját életemet, és nézem, hogy hova jut ki ez az egész. Valami ilyesmi van. Te a fesztiválon most jelen pillanatban a bloggereket igazgatod az első fázisában a fesztiválnak, tehát a Gyergyói részen. Ez miből áll? Te, ez számomra megint egy ilyen fejes valami mély vízbe, amit ugye lehetnék dramaturg, lehettem volna, lehettem volna teatrológus, vagy színházkritikus, vagy, vagy valami. juhász. Igen, meg juhász. De látod, ezek a dolgok, ezek mind elkerültek. Tehát ez a fele a, ennek a színházművészetnek azt hiszem ide lehet számítani azokat az embereket is, akiknek a szakmájuk az, hogy néznek. A szakmájuk az, hogy ilyen antennákat nyitnak más emberek által kibocsátott energiákra, flókra, mit tudom én. Mm. Ezt még sose csináltam. Igazából csináltam, tehát amikor elkezdtem a professzionális karrieremet 2001-ben, akkor pont egy kolokviumon debütáltam egy ilyen fesztivál újságíróként. Akkor még papír alapra készült ez a lap. Ez és hányban oda, volt. Ez Melyik? 2001. 2001-ben? Igen, akkor igen, akkor igen. indult itt az első kolokvium. Azt hiszem, az első gyergyői Szent kolokvium volt ez, igen. Költözött is És akkor írtam, írtam életem első olyan, és utolsó, azt hiszem, színi kritikáját, ami megjelent nyomtatásban. Tehát ez engem ilyen szinten elkerült. Azóta a azóta soha nem írtál kritikát? Ö, nem merném mondani azt, hogy soha, mert nem emlékszem. Tehát ja. sok mindent elfelejtettem így az életemből. Igen, <laughs> igen ez régi is volt. <laughs> Aha. Tehát sok-sok sörrel -sok ezelőtt volt meg. Puszi. te most érkeztél Gyergyóba, azt is megtudtuk, hogy először vagy itt. Uh, ho Hogyan értél ide kalandosan, és honnan jöttél, és miért? Hát ez jó kérdés. <laughs> Én is még egyre nem tudom, hogy hol vagyok, mert ugye még az este sepsisze... Uh, igen, jó, mondom? györgyön, mondom, hogy kicsit fáradt az agyam. Feküdtem le, majd, uh, reggel meg uh, már még mindig ott voltam, egyszer csak meg már itt vagyok. Szóval igen, valóban először vagyok itt, de ha szabad kérdezem nekem is, én nem értem ezt a dramaturgit, hallod? <laughs> de lesz. várjál, bocsánat, hogy ha, akkor hogy, vagy most dramaturg vagy, vagy nem vagy, vagy elvégezted, vagy nem végezted, vagy szerettél volna, vagy nem szerettél volna. Hát gyere, ez most akkor lépjünk bele. Szerintem a vagy nézők bóncsuk, se, a vagyis a bóncsuk hallgatók bóncsuk se tudják. Hogy... Jó, bontsuk ki akkor. Igen, ez egyébként ezt így, ezt így, megszokták, tehát kezdem akkor egy sztorival, tehát hogy megkérdezik, hogy mivel foglalkozol. Ugye előfordulsz egy színházi fesztivál, ez bizonyos szempontból megkerülhetetlen, hogy az ember színházakkal eljut helyekre. És akkor megkérdezik, hogy te mivel foglalkozol? Sajnos színházatos. Mi vagy? Színész vagy? Hát nem, 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 nem vagyok színész. Akkor, akkor rendező. Vagy. De nem a rendezőse vagy, csak akkor kénytelen vagy elmondani, hogy hát igazából elvégeztél egy egyetemet, amit úgy hívnak, hogy teatrológia, Na, és, hát és, akkor az, az mi? Pontos. Tehát ez igazából van egy, ilyen, van egy ilyen ága ennek a szakmának, amit úgy hívnak, hogy teatrológia, Igen. színház tudomány, ez színház tudomány, hát nem tudom, tudományos igényel. Nem, de vannak emberek, akiknek nem a játszás, nem a rendezés, hanem a szöveggel való munka, ez egy fontossága ennek mindenképpen. Legfontosabb, ha egy darab készül, azt gondolom. De inkább ilyen titkos. Hát ügyműköd, akkor szak, szakképzett a dramaturg vagy. Gyakorlatilag. Vagy színházi ember. Ezért mondtam azt, hogy nem, nem, gyakorló dramaturg. Ja, hogy igen. Jó, jó, én nekem muszáj kicsit konkrétabban, hogy megértsem én is így, így a szár vonal, szárbiai vonalról, ugye? Nem, nem, tehát ezért, ezért mondtuk azt, hogy nem gyakoroltam, Csak Csongi bár ezt végezte, de nem ezt csinálja most. Hát én csináltam, tehát én mészároltam Shakespeare-t, ugye leveleztem Tamás Járonnak a jogörökösei, a szellemi jogörököseivel, fordítottam darabot angolból, magyarra, ültem, ettem rendezőnek a fülét, a tettek el így, hogy nem mondjad, mert hülyeséget beszélsz, mert elméleti ember vagy, tehát csináltam ezt. De az ezt, egyébként ezt fontos, a igen, Ilyen. igen, de jó is, hogy erről beszélünk, hogy egy kicsit, aki hallgatja, ismerje meg, hogy a színházon belül igen. nem csak színész és rendező van, hanem ugye az első munkaanyag, amivel szembe kerül a színész, vagy a rendező az maga a szöveg, és azon nagyon sok múlik az olyan, mint a filmben: egy jó casting fél siker. Jó hát világos, és hát ide mindig gondolom. dolgozol rendezőként. Hát most nézd, azért kérdeztem, hogy, 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 bocsánat, hogy nem tudom is ebben mondani, <laughs> dramaturg, nagyon fontos gyerekek a színházi szakmába. Hát tulajdonképpen ő az agy. Tehát, hogy olyan elméleti tudása van, meg ö, 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 ugye ö, fölkészültsége egy darab elkészítésére a maga a szöveg elkészítésénél, amit a rendező, mert ugye a rendezőnek sok esetben vannak vagy víziói, gondolatai, megoldásai ö, koncepciója. Na de hát ugye, ö, 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 hogyha most bármilyen koncepcióról beszélünk, legyen az vagy, vagy darabról kortárs vagy hódklasszikus, tehát hogyha Nincs egy jó dramaturg, akkor nagyon el tud veszni, a, meg el tud rossz irányba is menni a dolog. Úgyhogy a dramaturg munkája iszonyatosan fontos. Talán úgy gondolom, hogy legalább annyira fontos, mint a rendező. Hát egy darabnál. A világ összes elhanyagolt és partvonalra szorított dramaturgia nevében és megköszönöm ezeket a szép szavakat, amiket <laughs> de, mondtál. De most, de most figyelj, ezt tényleg úgy gondolom, amikor én nem dolgozott dramaturga, és nincs lehetőségem, bizonyos okok miatt, mindegy, akkor én, én most elveszek, és akkor hívom a barátnőmet, most Góli kornéliát, a Nellit, akivel sokat dolgozunk, ugye ő is Szerbiában van, hogy segítsen rajtam, mert nem tudok uh, tovább lépni, vagy egyáltalán gondolatjója vagy a szöveggel, mit kezdeni, stb. Rengeteg dolog van, ami a dramatúrnak uh, nem könnyű a feladata, de hát uh, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos. És ezt, ezt ennek a, a dramatúrnak a szükségét te testközelből Igen. ismered, mert te rendezél. Igen, és azt gondolom, hogy sok esetben a dramatúr, hogy nem úgy van az, tehát vagy rosszul olvasok valamit, uh, uh, és akkor azt mondja a Dramaturg, hogy nem lehet. Az azért nem lehet. És akkor sok esetben, ugye, nem. Úgy gondolom, hogy mindig kötelesek vagyunk hallgatni rá, mert, mert sokkal jobban tudja és látja, meg ezt tanulta. És ugye, meg van, amikor egy rendezőt meglendít, megsegít a Dramaturg. Én abban a Dramaturgban hiszek, aki alkotótárs. Tehát, hogy nem, mert a szerepeknél is, ugye, dolgoztam, és az a az nagyon rossz dolog, hogy a, hogy a, hogy a dramaturg, de ez, ez a szerv mentalitáshoz tartozik, kiszolgálja a rendezőt. Tehát azt, amit a rendező mond, azt a dramaturg csinálja. És, és én ott, ott például ott én meghaltam, mert végrehajtó volt abban a produkcióban, és ezért szeretem, amikor magyar dramaturgokkal van lehetőségem dolgozni, mert, mert nagyon. Tehát tényleg nem tudok több, jobban el, tehát minden szinten. Hasznos. Igen, de a rendezők a színészekben is ezt szeretik, aki, aki inspirálja őket, és egyenjogú alkotó. Hát alkotó. már amelyik. Hát, hát már amelyik, van amelyik, van amelyik rendező szereti, hogyha a színész csak hallgat és benyő jobbról. Kimegy na most hallgat. várja azért az sem mindegy. Tehát, hogy bizonyos fokig valóban, hogy alkotom, én a, a műhely munkába hiszek, bár nálam elég nehéz, mert elég konkrétan szoktam tudni és kifejteni, amit szeretnék, de azon belül nagyon fontos a, a ugye színésznek, mint, min, min szakmunkatárs, hogy mindenki megértse. <laughs> Brigád, brigádos. Brigádos, no. De, <laughs> de figyeljetek, tehát, hogy, hogy alkotó, nem hogy alkotó, tehát, ugye a mozgató kereke az előadásnak, és sok esetben én mindig szeretem a színészt, hogyha esetleg azon belül, koncepción belül, vagy, vagy, vagy szerepen belül úgy még gondol róla valamit, és azt, azt mondja, hogy figyelj, akkor szerintem próbáljuk ki. Én nyitott vagyok az ilyen dolgokra, de a... Puszi, te dolgoztál színészként, hát Persze. milyen fajta rendezővel szerettél dolgozni? A... Az okos rendezőkkel szerettem dolgozni. Ez nagyon banálisan hangzik, de nagyon sok a dilettantizmus ebben a szakmába, hogy őszinte legyek, és akkor jön valami lilaködös, nem tudom, milyen kitalált koncepciókkal, de ugyanakkor az csak egy ötlet, vagy nem átgondolt. Én szeretem a, egyébként, ha már itt tartunk, amit én valahogy próbálok is követni, nekem nagyon-nagyon az én világomhoz közel van a román színjátszás. Hát az a fajta expresszív, ö, ö, érzelemdús, ö, nagyon erős, kifejező ö, rendszer, amit ugye a, a román színházokban lehet látni, én azt nagyon-nagyon szeretem. És azért mondom, hogy hát... Ö, dolgozol, mindenfajta, tudjátok, sokfajta rendező van, valaki improvizatív, vagy alak, improvizációk alapjának össze a darabot. Én azt, tehát, hogy minden módszer maga módján működik szerintem. attól függ, hogy kinek mi a munkamódszere. De azért szerettem, hogyha, szerettem, hogyha a rendező tudta, hogy mit, mit szeretne. És a mai világban már egyébként sok esetben az van, hogy nem, nem tudják, és akkor valamit csináljunk, vagy próbáljunk, vagy improvizáljunk, vagy valami ide-ide kellene valami, hát nekem is kellene ezer euró, érted? Szóval most... Öm, <laughs> azt yeah. mondom, érted? Ez azt mondom, hogy, hogy nem szeretem azt, amikor egy ember nem fölkészült, mert ez akárhonnan nézik, az munka. Igen, és határozatlanságára belőle ilyen bizonytalanság, és ettől te Igen. is kezdesz kételkedni, Persze. és ez csak hátráltatja a munkát. Az egészséges kételkedés az, az más dolog, amikor Igen. amikor megkérdezed, hogy ezt miért, és arra érdemben tud válaszolni. Persze, meg hát igen, meg a fölkészületlenséget nem szeretem, amikor főleg, hogyha egy rendező rendszerűen... Igen, tehát gyakorlatilag itt, itt volt, tehát a szép színházi pillanatai mint, mint dramaturg, ami ugye nem vagyok, de így dramaturgként. De az vagy. Mindig is a felkészülés <laughs> ideje volt. Tehát ezt azt hiszem neked egyszer már mondtam, de sok embernek elmondtam, Lehet, most így már elmondom mindenkinek is. Énnek számomra a legszebb színházi pillanatok az nyilván maga az előadás, ban vannak, ezért szeretjük, ezért választja az ember a színházat pályaként, ezt szereti csinálni. De a néző is ugyanígy, aki színházba eljár, az a pillanatokat keresi. Tehát azt, hogy az előadás valahogy megszólal valami, nem, nem a hangként szólal meg, hanem megjelenik. Mm. Ugye? Számomra a legszebb színházi pillanatok ezeken kívül, amit előadásban láttam, azok mindig azok a felkészülés időszaka. Igen. Tehát amikor, ugye annak, aki ezt esetleg nem tudja, hogy hogy működik, vagy hogy jön létre egy színházi előadás, tehát amikor ülsz egy szöveg fölött, egy telefirkált könyv fölött, gyakorlatilag egy dráma ki van nyitva eléd, és körbeírod. Ugye én általában, vagy hát, hogy körbeírod azzal, hogy mondjuk eltelt 50 év egy fordítás óta, vagy 200 év egy fordítás óta, ugye vannak régi-régi Shakespeare szövegek, amiket elővesz az ember régi fordításban. Ahogy, ahogy alakítod ezt a nyelvet, ahogy belemész abba a történetbe, tehát ahogy ahogy elkezd megjelenni egy előadás. Tehát számomra ezek voltak mindig, amikor, mit tudom, rendezővel, főleg a rendezővel ülni ketten egy asztalnál, és nyálozni, rágni azt a történetet, hogy ebben mi van, itt mi történik, itt ez hogy. És ez ugye, ma hogy szólna? Sokszor, sokszor ugye az is van, hogy van egy párbeszéd, amiből megpróbálsz valami értelmet ki, ki, kihámozni, ki, vagy, vagy belelátni, ugye nagyon sok beleolvasás ezek van ezekből a dolgokból. A rendezőnek fizet. van egy elképzelése, hogy ez a történet, ez nem is feltétlenül arról szól, amit ki tudja, mit akart megírni az alkotó, mert akár Mire sose találkoztunk a vele, stb. sose találkoztunk vele, több okból kifolyólag, mert mondjuk 400 éve halott, stb. De elkezdesz olvasni egy darabot, és valamilyen értelem kirajzolódik. És ezt az értelmet igazából visszafejteni, vagy vissza visszaalakítani a szövegbe, vagy em mentén átalakítani a szöveget, ami. Tudod, és amit meséltem sok embernek, számomra az, amikor leültünk próbálni, az már kibírhatatlan volt. Tehát amikor az a szöveg... Hát nagyon jó. <laughs> ne Tehát az de a, a... Volt az? Tudod, mert mikor az asztalnál ülsz, megemészted az egészet. Én mindig pontosan éreztem azt, hogy ez hogy kell megszólaljon. Tehát amikor ez színpadra kerül, azt a színész milyen... Ha... Tehát hol vannak a hangsúlyok egy szövegben? Hát de várjál, várjál, Akkor nem szóltál bele, hogy a hangsúlyokat esetleg javítani? Amikor... Első olvasó próbán minden színész megsértődik. És első olvasó próbán kikerül, kikerül a szereposztás elé ez a szöveg, és elkezdik az emberek úgy olvasni, ahogy ők olvassák első látásra. És akkor felkerül a színpadra az egész, és akkor jön az a kinkeserves, nyögvenyelős munka, amikor a rendező és a színészek között ezek a hangsúlyok valahogy a helyére kerülnek. És nekem ez sohasem volt türelmem. Tehát én ja, te, már, műlni, te már lefutottad ezt a kört te már kielemezted. Azt a 60 próbát, amiből egy előadás áll, hogy ez létrejöjjön. Azt az asztal Képtelen lesz... voltam ja. ezt végigülni, mert folyton ez volt az érzés. Hogy ezen a sztorin én már túl vagyok én. Ezt tudom, hogy kell kinézni. Mi... Nem, miért nem tudjátok ezt De Csongi, Ez, csinálni, nem, lecsi, ez, egy, ez úgy nem lehet amit te mondasz. Tehát, hogy te, a te fejedben van egy előadás, ami nyilván a sziazi alkotásban a folyamat Pontosan. más és más lesz. Tehát akkor ez inkább egy prekoncepció. Ez egy Persze. rettenetes prekoncepció. Tehát ez egy olyan előítélet, egy olyan türelmetlenség, amivel nekem szembe kellett nézni meg annyiszor, amikor egy-egy előadásnál segítkezhettem. Igen, igen mert, de van egy ilyen helyzet. Mert Attól, hogy attól hogy megvan a szöveg és az, megvan a, a koncepció, és át van nyálazva a rendező és a dramaturg által, attól a munka anyaga az, az nem, nem marad ugyanaz, vagy hogy a, a színészeken nem, keresztül nem, és a rendezőn keresztül, ahogy hát az ez alkotási átfolyam, folyamat, az alkotási folyamat az. Sok minden közel játszik. Tehát van egy jelen valóság, egy ott megszületősége az egésznek. Tehát, uh -huh. hogy te ülsz az asztal mellett, előtte nyitva a könyv, fejedben ott az előadás, a díszlettervező elmesélő, hogy itt hogy lesz a díszlet, milyen lesz, azt elképzeled. De amikor az felkerül a műhelyekből a színpadra, az hatalmas csalódás mindig, mert más. Ez olyan, mint amikor a könyv után megnézed a filmet, mi elolvasol egy ilyen. könyvet, és megnézed a filmet. Igen, 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 igen. Anyám, én nem ilyen lovat akartam. És akkor látod, hogy ember, hát az, az nem is így, Gollum nem is így néz ki, tehát hogy a hobbitok nem így néznek <suk> Honnan jel, tudta, hogy a gyűrű kurára gondolok, amikor ezt mondta? <suk> amúgy Csongi, te nem, vagy, nem vagy most gyakorló dramaturg, amúgy mit csinálsz? Amúgy egy újságnál dolgozom, tehát nekem az a dolgom, hogy a holnapi újságot olvassam. Úgyhogy akit érdekel, esetleg lottószámokért lehet telefonálni a stúdióban. Az a dolgot, hogy a holnapi újságot olvasd? Igen. Van egy ilyen munkakör ö, az újságírásban, hogy olvasó szerkesztő. Igen. Ez azért van, mert az újság is gyorsan születik. Mert ja, jó. Most igen. Így, jó, leesett. Oké. Okay. Tehát gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint a színházban, uh -huh. szövegeket gondozok tulajdonképpen, igen. Uh -huh. Megpróbálom megfejteni, hogy a szem... Ó, nem olyan, nem olyan nehéz dolog egyébként megfejteni, de azt, amit a cikk meg akar írni, azt segítem létrejönni gyakorlatilag. Ugyanezt csinálom. Értem. Pusi, szent jössz. Miért? <síns> <Né>? Igen. <síns> 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 Még el? Elmerültél itt. <síns> itt akadtunk el, hogy szent jössz, de mit csinálsz te ott? <síns> mit kerestél <te> ott? <síns> hát... Barátkoztam. <gül> <gül> nem, hát ö, meghívtak mini évadra, mert majd ö, nem sokára jövök vissza, és dolgozni fogok. Publikusan kolokat. már mondhatjuk, hogy hát szerintem, csinálni? figyelj, igen, mert ö, ki van rakva, gondolom, még szereposztás nincs, az arról nem szeretnék beszélni. Jó, ö, hát akarsz akarsz a preconcepcióidrott... <laughs> nem, hát szilveszteri bemutatót terveznek, és arra kimondottan zenéset kértek. Aha. És akkor... <laughs> Én úgy, úgy próbáltam nézni, mivel, hogy folyamatosan mi csinálunk zenések, zenéseket otthon, két zeneszerzővel, Lénárdobli valaki írja, stb. Szeretem a kortárs, hát hát azok műzikereket, de most nem volt időnk, meg úgy voltam vele, hogy úgy gondolom, úgy tudom, hogy a, a társulat nem nagyon foglalkozott ezzel a Fajta ezen a műfajjal, így megpróbálkozunk erre egy olyan zenéssel, a chicago ami egy ismert zenés, de több rétege van, tehát, hogy nem a kimondottan a rózsaszín és a e, boldog happy endes finálé, hanem annak is van egy olyan cinizmus van benne, annyi minden van, ami a korunkra jellemző, abba a darabba, abba a ami gondolom, hogy oda megfelelő lehet te az utóbbi időben azért meglehetősen erősen ráálltál a zenésre, a műzikelekre. Jó, csak kérdés, jó? Jó? Nem, 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 nem. csak az, tehát, hogy te azelőtt azért nem feltétlenül zenés dolgokat rendeztél? Hát nem, most nézd, megmondom, csinálok én most is, tehát... Miért kezdett el érdekelni ez az, a kérdés igazából erre vonatkozott? Tehát, hogy miért inkább a zenés kezdett el érdekelni? Nem kezdett el érdekelni, hanem a... Erre kérnek fel? A... Igen. Ah, tehát, ah. hogy nézd, háromszor dolgoztam a Temesváron kizárólag zenést kértek. Háromszor dolgoztam Kolozsváron, kizárólag zenést kértek. De uh, akkor ez, ez miért van? Mert téged egy ilyen zenésrembezőnek. Még te mekkora csehovokat tudnál rendezni? Hát csináltam is a kosztorányi színházban, három fickóval egy csehovot. Na, ott viszont a dramaturg munkája, az szvirt, izzadt, szerencsétlen csaj, mert mire összehangolta a stilisztikailag mindent, tehát hogy ö, nem megyek bele, mert most hogy nem látott dologról, vagy nem olvasott dologról, van szó. Hát három fia, és hogy az összes Csehov elolvasva, azokat a az ismert mondatokat tettük bele, mindegy. Tehát azt mondom, hogy csinálok ilyet is, más stílusú, más jelenlegű előadást, ha van rá lehetőség. De alapvetően, tehát hogy Oké, okay, beskatujáztak. Tehát... Okay, köszi, ez... köszi, De amúgy... De... Jobb volt nekem a másik helyen. Mondjuk ez is olyan, hogy valószínű nem véletlenül, Hát Igen, nézd, az is vigyen! De azért te szereted ezt, nem? Ezt hát ezt jó, most... Zenés Na jó, uh, persze, nekem az egyik énem az a show. Hát ez a világon megvan. Erre akartam, ezért. Tehát én én valószínű. valószínűleg onnan van ez, hogy versenytáncos voltam, zeneiskolát elvégeztem, stb. stb. Tehát megvan ez a minimális, nem tudom, zenei vagy stílus iránti vonzalom, vagy a nem tudom. Meg hát én a, a, akivel mi kezdtük, annak idején Nagy Viktorral, azzal az is iszonyatos. sokat tanultam tőle, ami ezt a műfajt illeti, és ez valamitől nem tudom, me, megy. Uh -huh. Nem az, jó, nem azt mondom, hogy hát ez nagyon rossz, hogy megy, de hogy, hogy szeretem csinálni. és hogy nem okol, Figyelj, nem könnyű egyébként ez a műfaj, akármennyire, ez matek, ez partitúra. Tehát, hogy lehet itt uh, művészkedni, és nem tudom, miket belegondolni, ott, ott cseszik el sok esetben a zenés darabokat, hogy nem, tartsák be a partitúrát. Tehát ez, ez muszáj. Ez, ez, pontosan megvan, hogy, uh, hogy, hogy zene, szöveg, stb. stb. Egy koreográfia nem lehet, uh, úgy gondolom legalábbis én, hogy nem lehet kortásból furcsákodva, nem tudom, miket egy hajmási, egy, mint egy, egy, egy operetnél. Tehát, hogyha és az vicces, az kidobja magából maga a műfaj, bizonyos dolgokat sajnos, mert ilyen szeporban meg van kötve a kezed. Szóval, akkor bocsánat, csak hogy értsem, az ilyen ö, ö, erős, erős karakterű ö, táncos darabok ö, partitúrája így be, befolyásol, vagy maga a szöveg meg így ennek az egész, ö, ö, igen, az, maga a szöveg meg így a stílusa ledobja magáról a, azt a mozgást, ami nem, koreográfiát, ami, ami nem passzol hozzá. Szerintem és egy mehetni. nagyon egyszerű dolog van, tehát a négyre meg kell érkezni. Egy, két, Így há, van. négy, és tehát az a, part, a tudom, ez az egyik le pontosan. van kötve, hogy van Igen. 78 ütem, egy szám, vagy mit tudom Igen. én. Ez, Igen, ez, pontosan. Ez, és ebbe bele kell férni. tehát nem... Így van, meg hát a jeleneteknek a, a tempója, tehát maga, és ugye a, itt a, a színészmestersének a, a minden részét, tehát a szakmának ugye az összes ágát kell egy színésznek tudni. Annak ellenére akkor működik, hogyha, hogy azért hívják könnyű műfajnak, mert könnyen fogyasztható műfaj, és hogy könnyed, könnyednek néz ki a színpadon. De hát aki ezt csinálja, az pontosan tudja, hogy vértizzad, mert itt muszáj poentírozni, szöveget mondani, pontosan táncolni, énekelni nem árt, stb. <laughs> stb. Tehát az, ami egy színész. ez nagyon erős koordináció. Minden szükséges. Ugye egyik, tehát ezek a váltások, stb. stb. Nem magasztalom fel a műfajt, nem is arról van szó. Csak hogy úgy gondolom, hogy aki színész tudja, hogy ez nem könnyű ezt csinálni neki, és ezért nagyon meg kell dolgozni. És ha Hogyha te rápróbálsz, nem tudom kortáskodni egy bizonyos, tehát eleve már a zenei anyaga se azt kívánják, hogy magáról. Tehát azt mondom, hogy nem tudom most egy, mindegy, milyen zenei stílusról van szó, vagy operett, vagy, vagy műzik el, hogyha, hogyha furcsákodsz, és nem tudom, vannak próbálkozások, de szerintem az, az nem működik. Ebben a műfajban? Ebben a műfajban. Mm -hmm. Hát, bocsánat, lehet bármilyen koncepcióval ezt, ezt, megközelíteni. Bármi, bármit, hogy, hogy, miről szóljon, stb. stb. De ha egy jól megírt zenésnél bizonyos szinten a kezed meg van kötve. Aha. A hát kolléga így gondolja. Nem, én abszolút így gondolom. Tehát, a, igazából kibondanám azt, amit te mondtál, vagy kibontanám egy kicsit hosszabban azt, amit mondtál, hogy könnyű műfaj. Tehát ez könnyű műfaj onnan, ahol a nézők ülnek. Könnyen fogyasztható, ezt mondod. De talán legnehezebb. Tehát, Köszi, átéléssel, átéléssel játszani lehet. De mikor bele vagy téve egy négynegyedes ütembe, akkor lehet, hogy az átélt gesztusod, az nem fér el, vagy úgy kell, azt te átéld, és lehet, hogy nem talál a te átélésednek a, az íve, nem egy talál az zenének rád. az ívével, és akkor az egész összeomlik. Tehát egy pillanat alatt össze tud omlani, egy, ezért, ezért nagyon nehéz arról a feléről, ahol ezt előadják, ahol ezt kipróbálják. Tehát, igen. Tehát az átélésednek is megvan az ideje, nem, nem, nem tudsz olyan szabadon bánni az idővel, mint egy másik előadásban, igen. mert az átélésedre is megvan a négy. Vagy most De ö, nevezzük így az átélő a nagy pillanat bárminek. Igen, De a nagy igen. pillanatra, vagy az apró zsőkre, vagy egy, egy játékra, egy poénra. Tehát az is el kell férjen abban a... Igen. Pontosan. Ritmus, az egész ritmus Így van, a ritmus. A igaz, ritmus igaz. És ott például 3 8 as sírsz, 3 8 as énekez, 3-8-a nevetsz, 3-8-a találod, most e koregráf, És járug, mi, lesz, mi, e minél min, hitelesebben. Igen, és pontosan akkor működik, hogyha ez úgy van kezelve egyébként, annak köszönjük, hogy beszélsz előtt, hogy, hogy mint egy, egy mint egy csehovi, vagy egy, vagy egy, egy más, más, darab. Tehát, hogyha nem, nem hülyére van nézve, a, se a néző, se az anyag, amivel foglalkozik, akkor meg tudsz születni öm, ebben műfajba is, az, ami egy másik műfajnál. Azt hiszem, azért gyűlölik ezt ö, színházi körökben a könnyű műfajt, mert nagyon sok olyan történik, hogy ez az emberek, akik csinálják, az is a könnyű felét fogják. Hát meg. igen. Tehát próbálják a könnyű felénél megfogni azzal, hogy ez most jó lesz a nézőknek, de, de a munkát ebbe bele kell tenni, ebbe is, ugyanúgy, mint bármi másba. És már munkáról van szó, és a könnyű műfajról csongít. Te még tyúkokat tartasz? Nem tartok már tyúkokat. <laughs> Nem, mert csak Nem. volt, volt Mi... egy időszakod, amikor. Minden felszerelésem megvan, igazából, hogyha erre vagy felszerelésed. Persze. Vagy igazából is... pontosabban elpusztult egy része, tehát volt egy ilyen, egy óriási nagy csirkeborító. Ezt lehet, hogy pusinak az arcát közelről kéne venni, hogy ezt nézi. <gül> <gül> Na de mit látsz alatt? Végigviszem, Végig, végig vissza, a szemem sarkából láttam a csodálkozás. Igen, tehát, de azért végig vissza ezt a De nem, bocsánat, egy szót nem értettem, mert valószínűleg ez már a szál, a csirkeborító. Nagyon-nagyon messze értünk. Hát ami alatt van. A csirkeborító a az, az, az tartják, tulajdonképpen egy el a kánya. A... Köszönöm. igen. Tehát van egy ilyen, hogy hívják. Az ezt az szó. kell tudni, hogy nekem kertbe voltak csirkéim, hmm. tehát épített tűnk haverrel egy csirkeborítót, aminek volt egy ilyen 1,20-as ajta, be lehetett menni, mert hát, hogy ki akartam venni őket, igen. És akkor volt egy ilyen, ilyen mobil kerítés, egy ilyen villanypásztoros kerítés, De és is. a csirkék... Egészségedre. Köszönöm. A csirkék laktak ebben a borítóban, ami igazából elpusztult, mert azon a télen ez kimaradt a kertben, és volt rajta egy ilyen ponyva, ami vízhatlan, úgyhogy most van egy kerti tavam. Ah. Ja. Ami ilyen, egy, csak azért... egy, ilyen, egy ilyen negatív csirkeborító, és van benne egy ilyen, egy ilyen kicsi víz azt mindig össze elöntözöm a csemetékre, erről szoktam ezt azért, azért fordultam rá erre a témára, mert amiután a Covid-ban elindult az az időszak, amikor nem lehetett színházat csinálni. És Na nekem a Covid a... előtt voltak csirkei. Tudom, csirkeim. tudom. Amikor, tehát amikor ez történt, akkor megjött az első olyan papírom, hogy akkor hát csak 75%-át kapom már csak a fizumnak, mert éppen leálló ágban van a színház a Covid miatt. És akkor azt mondtam, hogy de már pedig én éhen nem fogok dögleni, azért mert rögtön vettem egy csomó csirkét, és én azóta foglalkozom csirkékkel, és most tudott eszembe, hogy te egy időben ugyanezt csináltad. Nem tudom, hogy a... Találkoztunk a... Lehel meg Pusi most a furán néznek ránk, de hogy... Igen, hirtelen itt a zenés darabokról áttértünk a csirkaborítóra. Szép! nagyon. Én, én egyébként a podcast minden hallgatóját buzdítanám arra, hogy igen, lehet háznál baromfit nyevelni, igen, lehet kertben aromfit nevelni, úgyhogy nem hordja el a róka. Azon a nyáron azt hiszem három gazdaszonynak üritette ki a faluban a tyúkóját a róka, tehát ilyen fényes nappal lehet látni a faluban. Ebből a villanypásztorból hála istenek nem vitte el a csirkéimet, elvitte viszont a kánya, mert az a csirke borító, ez igazából éjszakai szállás volt, tehát ők oda be bekuckóztak, meg hát felkuckóztak mm -hmm. a fára volt egy egy egész kerek hét volt, és vagy két hét, be a kányját, amikor a kidőlt almafáró kellett így éjjel, sötétbe a csirkéket leszedni, és berakni vissza a borítóba, melyik oda felszerettek ülni, és azt hiszem nagyon jól érezték ők magukat, tehát így a fű között szedegettek, kapták az ételt, úgy, úgy, úgy gondolom nekik elég jól telt az életük. És Na mégis hát... elpusztultak. Ez ilyen. Ez a világrendje. nekik is, nekik ezt így szokták mondani, hogy eljött a életüknek az egyetlen szarnapja. <laughs> jó, elgörbültünk a sziasztó egy kicsit. De milyen szép dramaturgia áll... ívet csinált neki. Szépen felvezetett a vidám és a végén lett Köszönöm szépen. Ez <laughs> egy dramaturg megoldás. Uh, Pusi, nagyon Tessék. jó, hogy te vagy itt. Nagyon. És nem véletlenül vagy te itt. Szentgyörgyről. <laughs> Szentgyörgyről. Nem nem, 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 Bács, Bodrog, ez Zentáról, on, ott a... születtem, tehát zentai ö, gyerek vagyok. Jó, de Szentgyörgyről jöttél át, igen. Jó, valójában, igen. <laughs> Te ahhoz, hogy Zentáról, Szentgyörgyre és onnan Gyergyóba kerülj, még nagyon sok helyen fordultál meg, és elég sokat dolgoztál erdélyi színházakban, elég sokat dolgoztál szerbiai színházakban, és nagyon jó alany vagy arra, hogy én megkérdezzem, hogy ha már egy nemzetiségi színházi kolokviumról beszélgetünk, hogy hogyan látod a különböző régiók színházait, színészeit, módszereit? Ó, uh, hát arra. Hm. Nem elég ez az egy jó hát, nem. Nem. Hm. nem, hogy nyilván érted, Hát figyelj, hogy... uh, Tehát, hogy minden, mi... röv, megpróbálok rövid lenni, ugye az egy, egyértelmű, mondja, kulturális behatás. Tehát, hogy nálatok a román színház, vagy román kultúra, az látszik a színházi előadásokon. Ezt jó értelemben mondtad, hogy szereted. Nagyon-nagyon szeretem, tehát ugyanúgy nálunk a szerb kultúra hat a magyar színházakra, és ugyanúgy a Magyarország meg egy beltenyészet. Hát ezt mondjuk ki, tehát a Magyarország az annyira nincs külső reakció, hanem már táplálkoznak a saját dolgaikból, hogy, hogy egyszerűen azért válik minden szinte nagyon hasonló, vagy, vagy tehát, hogy, 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 ha egy előadást nézel, akkor sok, sok, sok nagyon sok előadás hasonlít a másikéra, hogy nincsen olyan ingerek, amitől, amit, ő, amit ő szerintem. Ez esetleg. a nemzetiségek miatt van, tehát ez egymás mellett élő nemzetiségek miatt gondolod azt. Tehát, hogy ahogyan mondjuk mellettek a szerbek ott. Pontosan. Vannak, ahogyan mellettünk a román. Hát nézd, nála, figyelj, nálatok is! A román, a román színháznak van ez a fajta poetikai költőisége, de viszont ott van, a, amit, amit legalábbis én tapasztalok, ez a fajta erős expresszív színjátszás színjáték, gyönyörű. Tehát, Ha én ettől szerettem, hogy ez a kettő ötvezet, nálunk meg a nyers primitív ö, szerb mentalitás, most persze ha a színházról beszélek, ö, ők jobban szeretik a, a nyersességet, tehát hogy a líraiság a költőiség ott nem megy át. A... Tehát akkor Szerbiában <kül> így nem, nem föltétlen ilyen nem annyira erős a képi, nem annyira sokat nyom alatt be a képi világ, nem, mint a román színháznak. nem, ők, ők kemények, szókimondóbbak, nagyon. Ugye, ha, az előadásaikat is az ember nézi, és hogy, hogy, nem. Figyelj, az onnan is ugye volt nálunk újvidéken, mert ugye az újvidéken színházdal vagyok munkaviszonyban, 20 a valány éve, mindegy. És ugye voltak tőletek nagyon nemes, tehát hogy mondjam, jó rendezők, és nem, valamitől a, azok az előadások nem menták át a szerbeknek. Pedig valami olyan minőséget képviseltek azok az előadások, amire azt mondom, hogy mutás meg. Tehát te. azt mondod, hogy erdői rendező, hogyha nálatok rendez, akkor nem ugyan nem tudja elérni azt, hogy mondjuk a szervnéző megszeresse. Hát. Ö, ö, erre gondolsz? Er, erre gondolok. Ö, de ö, nem baj ez, csak kérdem. Hogy, hogy ők, ez ők valamitől nem, nem szeretik, ö, ö, másként kezelik, mondom, hogy nagyon erős nagyon. Yes. Nem ilyen romantikus vagy. Nem romantikus, nincs... nincs, nincs nem költi... És ehhez képest meg a románok egy eléggé romantikusak vagy. Igen, ez a... hát uh, igen. De hogy ugyanállt meg a a, igen, a, igen. az a kettő. Ami, hát, igen, most beszélünk ezekről. Egy, kicsi, egy beszélünk ezekről. Hát de jó, most nagyon, már ugye benne. tényleg nem szeretnék nagyon befolyni, de hogy, hogy ilyen, a Magyarországon, Magyarország, mert teljesen a szlovákoknál, ott meg ott is szintén. Tehát, hogy, de ott is van egy, ott is van egy külső kultúrás behatás. Hát ezeken a helyeken voltam, nem voltam én túl sok helyen, ez a benne négy, négy országban, tehát a, Hát ez már pont elég. Úgyhogy... Uh, Pláne, uh, hogy nagyon sok helyen inkább kisebbségi helyeken dolgozol. Kizárólag, persze. És jó látni az, hogy a, hogy, a, hogy a kisebbségi helyeken a magyar színházak uh, uh, hogy, hogy működnek. Ez nagyon-nagyon... Ez egy jó tapasztalat, csak... Um, nem tudom. Az erdélyi mi milyennek látod? Tehát az erdélyi magyar színházásra gondol. Hát én azt gondolom, hogy... Uh, ez színháztól, tehát színházaktól, ez a színházaktól függ, hogy melyik társulat, melyik színház, milyen darabbal, de hogy alapvetően egy nagyon erős, viszonyatos minőséget képviselnek. Tehát Azt általánosítani nem tudsz magyar területen, csak mindig valahogy a színház politikák között tudsz különbséget tenni? nem tudok általánosítani, mert így van, mert van egy színházpolitika, aztán van, a, hogy azon belül kik dolgoznak azokban a színházakban, és hogyha Hogyha egy társulatnak, vagy egy színháznak van lehetősége arra, hogy minél színesebb legyen a paletta, tehát hogy minél jobb szakemberek dolgozanak egy társulattal, szerintem az a, az a nagyon jó egy társadalmaknak és a nézőknek is, hogy folyamatosan kapnak egy, egy, egy új világlátást, vagy akármit. Tehát, hogy, hogy, hogyha egy. Nem azt mondom, hogy repertoárszínház, de valahol igen sok Sokban mosódott össze, azért Igen. én olyan sok magyarországi színházat nem nézek, de szerintem ez a, az a teatrális forradalom, amit Romániában lezajlott például a 70-es években, Igen. konkrétan ez a kolokvium köthető ehhez a fordulathoz, tehát az első kolokviumokon, mikor én születtem, abban az esztendőben, akkor ezen mentek a, ment a vita, hogy a színháznak hiteles karaktereket kell realista módon ábrázolni, és történeteket előadni, nyilván áthallásos módon, de hát ezt nyilvánosan senki se akarta elmondani, akkor nem merte. Vagy vagy van helye annak a fajta költőiségnek, amit ugye román előadásokból, Harag György munkáiból, tehát ez a, ez a vita zajlott a 70-es években az Erdély magyar színházakban. Tehát volt egy ilyen kérdés, hogy lehet-e így színházat csinálni, tehát ez a modernkedés, tudod, tehát megvoltak ennek a nevei. Ö én amikor, tehát a 90-es évekből emlékszem ennek arra az epizódjára, tudod, amikor, amikor, elkezdtünk Magyarországra járni, és az előadásokra megkapta az ember, vagy, vagy, hallottad az előadások visszajelzéseit. Tehát azokat a visszajelzéseket, amiket mondjuk a magyar szakma részéről megkapott egy-egy produkció. Tehát lehetett látni azt, vagy élesbe lehetett tapasztalni, hogy milyen egy előadásnak, ugye, hogy mondják, ez a recepciója, a fogadtatása, tudod? És nagyon-nagyon furcsa dolgok voltak nem olyan volt a magyar színház, mint amit, amit, mi megszoktunk itt a románoktól, megszerettünk itt, vagy hát megszerettük a, a, saját mestereinktől, ugye? azoktól az emberektől, akik miatt színház, a színházi pályát választottuk annak idején. Tudod? De az a magyarországi színjátszásban is lejátszódott ez a teatrális fordulat, tehát ezek az átalakulások a realista színjátszástól, egyfajta én most nem tudom pontosan ezt definiálni, de nyilván nem is egy podcast ennek a közege, de hogy, hogy lejátszottak ugyanezek a folyamatok, sokat vegyültek. De ettől függetlenül nem tudom. De, de, de na. azért mondanék valamit maximálisan, látod, ez év jó, hogy van egy dramaturg, mert mennyire, mennyire okosan köszönöm, a dolgokat. Öm, hát most, amikor én a dolgoztam, hát annak ugye, most kik, kik mondom, hát nem érdekel, ott, 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 van egy, meg, meg, volt is, hogy amikor egy, egy, egy előadó, vagyis egy, 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 alkotót meghívnak, akkor főpróbáknál megnézi az igazgató, megnézi a főrendező, az ottani, és teljesen átrendezik. Tehát, hogy, 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 és nem érdekli őket, és hogy nem mondom meg a nevet, amikor dolgoztam, hogy ki volt ott az igazgató, de szerintem mindenki tudja. És hogy, ugye, hogy mennyire ők nem, nem befogadóak, és olyan rangos rendezőket kényszerítettek ilyen helyzetbe, a... cenzúráznak? Igen. Felülrendezést Felülrendez. Felülrendez. Felülrendeznek, és megmondta az illető, hogy az akkor igazgatott, nálunk ez így, így szokás, és így is marad. Örüljek, hogy nem vettem haza. Milyen dolgokban? De tehát, ugyanez, mi az, ugyanezt nem? itt el nem tudnád képzelni? Meg nálunk se. Tehát, hogy ja, mondtam, hogy az alkotói szabadságnak, akkor minek hívtál engem? De mi, az, ami, mi az, ami nem? Hát, megoldások, stb. Minden. Tehát, hogy amit ja. ők úgy gondolják, hogy az oda nem, akkor az vagy megváltoztatni, vagy átírni, vagy kidobni, vagy stb. stb. Hát igen, de megvan nekik a nagy közönségük, és azt, azt mindig ki kell szolgálni. De mondjuk jelenten... ez, jó, de mondjuk ez egy színházról beszélgetni, úgy gondolom, hogy úgy nincs tudomásom más színházról Magyarországon, hogy ez így működne. Lehet, hogy még van ilyen nagy gyárba, vagy intézménybe. De hogy, hogy ez szerintem az nagyon rossz. De ez, a fajta, ez a fajta, hogy a néző majd mi eldöntsük, hogy a mi nézőnknek mi felállna, meg, ez szerintem egy nagyon bu nagy butaság. És ez, ez, ez a fajta szabadság, nem és nálunk és Szlovákiában is ez viszont megvan. Tehát akkor, bocsánat, ez, ez egy kicsit most ezen, ezen, ezen elgondolkodtam, hogy akkor itt a néző mit kap. Vagy, hogy Már nem, nem, az a néző, akinek cenzúrázzák, vagy felülrendezik, felülrendezett előadást hát, néz, valamit... az, az nem, 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 tud, nem, tud kapcsolatba kerülni egy másik fajta a néző, néző mindenképpen az előadást kapja. Igen. Igen. a néző az előadást kapja, de nem az alko, a rendező előadását kapja, hanem egy... A színházét kapja. Igen, de így van. Ez, ez így elveszíti a elvágják a előadását, látja, kapja, és abból nem tudom, valamennyi marad, vagy most arányában nem tudom. Én megúztam tényleg, tehát, hogy én valamitől sikerült, hogy minden benne marad, de kinkeselves dolog. De mondom, hogy ez nem Magyarországra jellemző, de van ilyen is. Tehát, hogy ez a befagadó kép, ez a fajta, ez nekem ez furcsa dolog volt de viszont nagyon rangos nemes innen való rendezőket is ugyanebben a helyzetben taszítottak. Na, de ez nem jellemző Magyarországra, tehát ez egy színházróba történt, csak azért mondom, hogy... Biztosan történik ez még, én azt is el tudom képzelni, hogy helyi színházakban is meg megtörténhet ilyen. ezt is De nézd meg, mert kicsibe ugyanott van, tehát nézd meg, létezik egy színház, amelyiknek mondjuk egységes arculata van. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy ha a rendező úgy gondolkodik az előadástól, hogy már pedig az neki, az ő, az ő koncepciója az a plakáttól a tapsrend végéig, vagy akár a ruhatárig tart, és ennek, nem a, fér bele a, színháznak, és ennek a folyamatnak minden egyes eleme alatt ő maximális, tehát a legmaximálisabb kontrollt akarja gyakorolni, magyarán dönt arról, hogy milyen legyen a plakát, hogy legyen felöltözve a ruhatáros, mit mondjanak az ültetők, mikor eltépik a jegyedet, ugye? Tehát, hogy van, van, egy ilyen, vagy tud lenni egy ilyen a kontrollnak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen túlzásba vitt formája. Az, a, az, Tehát, hogy, az el, hogy, hogy hogy, 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 létezik egy színház, akinek minden plakátja gyakorlatilag ugyanarra, nem ugyanarra kapta a fáradet, mondjuk egy egységes arculattal dolgozik, hmm. és akkor ezt valahogy le kell rendezni azzal a rendezővel, aki így gondolkozik a színházról, hogy márpedig ő a plakátba is bele akar szólni, és nem bízza azt egy grafikusra, hanem mondjuk tönkre teszi egy irodának vagy öt embernek az életét azzal, hogy ez sem jó, és egy más modellt szeretnék, hogy próbáltok meg így, vagy kombináltok össze a kettőt. Ugye mit gondolsz erről? Szabad vagy nem szabad ilyet csinálni? É, én lehet, én... vagy nem lehet. Ilyen. Nem szívesen mennék ebbe a dologba bele, mert... Én velem mennék, bocsáss meg, hogy az arba várok. Én. én mindig meg tisztelem. Tehát, hogy nem azért van ott az az ember, hogy, hogy én most saját, nem tudom, egomán dolgaimat éljen ki. Én elmondom, hogy miről szól az előadás, hogy mit gondolok, és ő, ő kitalálja. Mm. Például plakátnál. Uh -huh. és, és, általában én a tapasztalatom mindig sokkal jobb dolgok születtek, mint hogyha én a beszűkült, vagy nem tudom milyen világomba, mert én egy előadást készítek, és ő még hozzáteszi azt a kreatív látást, amiről esetleg a telefonban baj, veszünk másikat. Érted? És nekem én nagyon tisztelem a, a, a munkatársakat. Tehát ugyanúgy, sőt, nem, tisztelni kell a mindenkinek a saját munkaterületét, én azt gondolom, akkor működik ez színház. Akkor még az igazgatótól kezdve, az egészen a is. Azt is nagyon tisztelni kell, mert hogyha minden, na. Tehát, hogy ö, én így látom, és egy mindig ez van a plakáttervezőknél, hogy nagyon hálás vagyok, ha megtervezik helyettem, de hogy nem is tudnék olyat. Hát hogyha azért van az ember... Szerintem Csongi nem arra gondol, hogy neked kellene a plakátot tervezni. Hát hogyha beleszólok. Igen, tehát hogy te döntöd el. Nem döntöm el. Én nekem jó, persze hozdak ők mindig két-három verziót, én nem kérek soha, de kapok, és akkor közösen meg meglézzük, hogy melyik az, ami... Tudod, tehát van egy... Van egy folyamat, ami nagyjából ugyanaz minden színházban, uh -huh. ugye? Műsorra tűznek egy címet, aminek van egy alkotócsapata, és létrejön az előadás, azt pedig megpromózzák, bemutatják, eljátszák, és a nézők köszönik szépen. Ezen belül van rengeteg variáció. Tehát itt, ami, amire te rákérdeztél, hogy mi a különbség a Magyarország és a román, tehát hogy milyen ez a nemzetiségi színházi világ, ez ugyanerre egy variáció. Nagyon Igazából nagyon figyelmes kell az ember legyen, hogy ezeket a nyanszokat, vagy ilyen nyanszokat meglásson. Tehát ilyen részletkérdéseket, hogy na itt például, vagy hogy. Igen. De úgy nagyjából ugyanaz történik ö, minden egyes produkció esetében, és igazából ezek a surlódások, hogy mondjuk a rendező dönte arról, hogy egy színésznő milyen toaletben jelenik meg az előadáson, vagy a van, a, van, a, primadonna akkor a kutya ebben az egész egyenletben, hogy ő mondja meg, hogy hogy fog ő kinézni az előadásban. Tudod, mert neki megvan a saját ruhatára, és ő nem nézhet ki akárhogy a színpadon, mert ő XY, mit tudom én. Tehát vannak ilyen helyzetek? Ezen, Na, az ezen... az operett színház. Például. Yeah. <laughs> Ugye, hát, tehát hogy, hogy tudsz konkrét képeket, tudsz ehhez, ehhez kapcsolni, hogy hogy igen, igen, igen. Biztos eszébe jut az embernek, aki dolgozott már színházban, hasonló. Tudod, ezen belül vannak árnyalatok. Ugye létezik ez a rendezői színház, én ebben nem akartam belemenni, de ez is egy nagyon nagyon érdekes helyzet. Tudod, hogy egy ember konceptjeinek van, tehát egy ember elgondolásainak van alárendelve gyakorlatilag minden egyenről. Tudod? Elfogadom, hogy van ilyen, és csak a kérdés, hogy melyik a szerencsésebb. E -e, nem lehet ezt így kimondani. Itt Mindig az van, hogy... Szerintem ki lehet mondani, mert most... Ha csak egy emberem múlik az, hogy mi történik egy előadással, akkor ahhoz nem biztos, hogy kell annyi ember köréje. Érted? Vagy mit akarok ezzel mondani? Tehát, hogy... Költségvetés szempontjából jobb. Ne, színházi diktatúrában létezni nehezebb úgy, nem? Tehát, hogy... Mint egy demokráciában? <laughs> gondolod? Egy, Mint érzel? jó előadást csinálni egy demokráciában? Ez így, ez így lehet tenni ezt a kérdést, hogy egy színházi diktatúrában könnyebb létezni, vagy egy demokráciában létrehozni nem egy koherens, érvényes előadást. Alapvetően nem hiszem azt, hogy lehet színházi demokrácia. Tehát hogy Nem, nem lehet színházi demokráciában dolgozni mert valakinek meg el kell dönteni a dolgokat. Valaki fölül kell írjon valakinek valamiét. De nem gondolom azt, hogy a diktatúra erre a jó módszer. De mi a másik? Féldemokrácia. Hát <laughs> Mi a hát másik? Fél Tehát, hogy, hogy, hogyha a színésznő úgy, vagy a színész úgy dönt, hogy már pedig ő ezt nem így mondja, hanem úgy, ez demokratikus döntés, nem? Így van. Tehát a többi színészek is azt mondják, hogy már pedig te, szerintem te így kéne mondjad, úgy, ahogy te mondod, a szerintem jó, és akkor leszavazzák a rendezőt, vagy... Érted? Tehát, hogy... Nem tudom, ez csak érdekes rendszereket. Mind a kettő két szélsőség. Tehát én azt gondolom, hogy mind a kettő szélsőség. Úgy a demokrácia, mint a diktatúra a színházon belül. Tehát valahol a kettő. Nem tudom, most nyilván nem fogom tudni megfejteni egy podcast alatt, hogy mi a, mi a jó átmenet a kettő között, de valahol azt gondolom, hogy a kettő között kellene működnie. Az, amiben mi felnőttünk, az, egy, az a rendezői színház volt. Tehát az egésznek a kulcsa az az ember volt, aki valamit akart mondani a világról. Tehát az ő koncepcei voltak, a, tehát amit ő elgondolt a darab kapcsán, vagy amihez darabot talált, vagy valamit, az volt a fontos, amit ez az alkotó el akart mondani. Igen, tudom? de régebb, régebb, ö, bocsánat, nem tudom, én nem vagyok olyan, olyan, olyan nagyon ö, ff, régóta a pályán, hogy ezt, ezt így, így, így kimondjam, de azért így meg, megford... ezt A tanulva úgy mondják, nem vagy ideológiailag, elég képzett. Na, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy régebben szerintem a ö, teljesen más volt a rendező és színész viszony, mert régebben ö, lehet, ezt csak én valószínűsítem, hogy nem volt ennyi rendező, és nem volt ö, ennyi lehetőség, vagy, na, mindegy, szóval, hogy régebben a rendezők, azok olyan szakemberek voltak, a, akik, akikből árad, áradt a határozottság, és az, hogy lehet bízni a koncepciójában, és ezért nem... Hát szerintem nem, azért nem... is voltak olyan rendezők, akikből nem áradt. Igen, Sőt, de... <laughs> nem egy történelmi... <laughs> árad belül a nihil, tehát az, azon semmi történelmileg meg az volt, hogy például Szára Bernard tudta nem tudom melyik mm. szerepet, és akkor Szára Bernard utazott Európába körbe, ő tudta a szövegét, és volt egy előadás, amiben mondjuk magyarul játsztak minden szerepet, kivéve a Szára Bernard részeit, amit ő franciául mondott. Wow. Így okay. turnézott, vagy tehát ez így létezett, hogy a színész vitte a, a hátán turnézik, az egész hát ő viszi. Ez de Például minden... Spiro, György mondta, hogy a színházhoz két dolog kell, egy drámaíró és, egy, és a színész. Ez a két munkakör kell. Az se. Kell. Nálunk a színész és a közönség. Ennyi. A színész felmehet, és ott ö, nem tudom, alternatívkodhat fidoráig megy az egyik pontból a másikba, nagyokat lélegzik, és ez már performálódik. És a néző ezt nézi. Tehát hogy még szövegekkel, semmi nem kell. Csak a Úgy is, hívják, a hogy performance. Hát jó, de a, hogyha a, a, a mai trendet nézed, akkor ez, ez, ez egy ilyen nagyon föl van fogva, hogy ez nem tudom milyen alternatív és, és kísérleti ö, előadások. Hát ebben én meg nem hiszek. Tehát mondjuk én már ehhez valószínűleg, hogy öreg is vagyok, abból, hogy fél óra <laughs> áll, hogy egyik pontból átmegy a B-be. A tehát, hogy ezt Maristín is ott bejön az utcán, meg csinálja, ehhez nem kell se se kreativitás, semmi gondolat. Ennyi. Messzire, messzire vissza ez minket. Igen, Igen mindjárt, ott járunk Brooknál az üres térnél. most elengedem, jó? jó ezzel, mindenki ezzel, ezzel a gondolattal menjen tovább, hogy ennek hogy a, hogyan mi, érdemes, mi, az a minimum, ami kell a színház ami színház kell a mi, mi, az, ami nélkül nincsen? Hát, én hozzá. színészként azt mondom, hogy színészt muszáj. És néző. És... és néző biztosan kell hozzá, meg az a üres tér, ugye, amiről Brook is beszél. Jó. Há, Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok Köszé. a meghívást. Köszönöm Örülök, szépen. hogy együtt dumáltunk. Köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgatnak bennünket, és találkozunk minden reggel a kávé belé. Sziasztok! Hello, hello! Hello. Jót, hello. Csak egy kávé. A 14. Nemzetiségi Színházi Kolokvium beszélgető műsora.